Ismét indul a sikeres jelnyelvi szakkör. Az országban elsőként Pécsen tanulhatják meg az iskolások a jelölés alapjait. Két verseny, összesen 6 arany, 4 ezüst és 2 bronzérem. Készülnek az EB-re a pécsi aerobikosok. Csatornát építenek. Forgalomkorlátozás az édesanyák útján. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, október 15-én csütörtökön, tartsanak velünk. Az elmúlt tanévben az országban elsőként szervezett jelnyelvi szakkör a diákok és a szülők körében nagy sikert aratott. Ezért idén ismét elindul a jelnyelvi szakkör, amelyet Csizi Péter országgyűlési képviselő és Weiss Fanni Pécs arca kezdeményezett. A politikus, valamint Fanni meglátogatta és köszöntötte az iskolásokat az Apáczai Nevelési Központban. Az idei tanévtől az Apáczai Nevelési Központ általános iskolás tanulóinak tanítják meg a jelölés alapjait szakköri foglalkozások keretében. Csizi Péter országgyűlési képviselő és Weiss Fanni Pécs arca, aki maga is siket indították útjára az országban egyedülálló módon a jelnyelv tanulását kísérleti jelleggel. Weiss Fanni azt reméli, hogy a jelnyelv tanításával kapcsolatos szakkörök az ország más részein is meg tudnak honosodni. Éve, hogy Pécsváros arca vagyok, és nyilván én nagyon sokat beszéltem erről, imádom Pécset, az én városom, és rengeteget beszéltem a tapasztalataimról, a kicsikoromról, nagyon sokat meséltem itthon ezekről a dolgokról, és hát ugye, hogy hogyan kommunikálhat egy halló és egy siket ember, hogy mire lenne szükségünk, és hogy nem kell félni a siketektől, és nem kell hátralépni, hanem nyugodtan, bátran közeledjenek felénk. Több tucat nyelvet lehet Pécs városában tanulni, az angoltól a francián át az eszperántóig, mégis van egy érdekes nyelv, a jelnyelv, amely eddig nem szerepelt az iskolákban, a tanulandó nyelvek listáján. Amikor a tanfolyamot tavaly elindítottuk, akkor egyfelől figyelemfelhívó szándékkal tettük azt, figyelemfelhívó szándékkal a siketek irányába, figyelemfelhívó szándékkal azon embertársaink irányába, akik valamilyen nehézséggel élnek. Örülök, hogy a tavalyi eltelt időszak óta már van egy jelnyelvi törvényünk is, és örülök annak, hogy gyakorlatilag ez nem csak egy kísérleti program, amit a város fontosnak tart, hanem olyan program, amit a gyerekek tartanak fontosnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mostani kurzus kezdésen kétszer annyian vannak, mint a tavalyi tanévben. A pécsi kísérleti képzés már a programmá fejlődött, és rengeteg felnőtt is jelezte, hogy szívesen megtanulná a jelnyelvet. Erre később a folyamatos bővítés által lesz lehetőség. A szakkörön való részvétel ingyenes. A pécsi önkormányzat kiírta azt a közbeszerzést, ami alapján 24 elektromos MIDI, illetve szólóbuszt vásárolhatnak. A város ezzel párhuzamosan pályázatot is benyújtott a 2,5 milliárdos program finanszírozására. A városi önkormányzat tavasszal erről már meghozta a döntést, ám a közbeszerzési felhívások között most jelent meg a tender. A buszokból 12 legalább 30 férőhelyes, valamint 12 minimum 40 férőhelyes jármű érkezhetne. A buszokból 8-at még idén december 15-ig leszállíthatnak, hiszen addig kell lezárni az előző uniós finanszírozási ciklus közop pályázatos beszerzéseit. A buszok már akár idén megérkezhetnek. 3 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet szerzett a PSN ZRT aerobik szakosztálya a Magyar Kupa döntőben, valamint 3 első és 1 második helyet értek el a pécsi sportolók a Hun Open nemzetközi versenyen. November elején indulunk az Európa-bajnokságra Portugáliára, Elvás városában. 2 felnőtt versenyzővel veszünk részt, akik összesen 5 versenyszámban indulnak. Bali Dániel egyéniben, párosban és csoportban, Mazács Fanni egyéniben és aerodance csoportban, és jól magam a junior versenyen pontozóbíróként veszek részt, és a felnőtt versenyen pedig edzőként. A két pécsi aerobikosnak a hétvégi Magyar Kupa döntő és a Hun Open nemzetközi verseny jó erőfelmérő volt az Európa-bajnokság előtt, de a többieknek is fontos állomást jelentett az éves felkészülésben. Budaörsön voltunk a Magyar Kupa országos döntőjében és a Hun Openen. A Magyar Kupa országos döntőjében azok az egységek vehettek részt,
akik az éves teljesítmény alapján ben voltak a kategóriájukban a legjobb 6 magyar egységben, és elég sok egységgel sikerült bejutnunk. A basicesek közül 3 csapatunk jutott be, a sportaerobikusok közül pedig minden kategóriában bejutottak az egységeink a döntőbe, úgyhogy azt mondhatom, hogy elég nagy létszámmal sikerült képviseltetni magunkat, és a sportaerobikusok egyben részt vehettek egy nemzetközi versenyen, ami egyébként egy nagyon népes versenyes sikere, de 18 ország látogatott el hozzánk. Bali Dániel egyéniben a kupadöntőt és a nemzetközi versenyt is megnyerte, sőt Hegyi Dórával párosban is sikerült győzniük. Mazács Fanni a kupát ezüstéremmel, a Hunopent bronzéremmel zárta egyéniben, az Oerodens csapattagjaként pedig 2 aranyérmet szerzett. Az utánpótlás 2. korosztályban, trióban és csoportban is 3. lettek a Magyar Kupán a pécsi fiatalok. Már javában tart a leendő pécsi sportközpont tervezése és előkészítése. A fejlesztési elképzeléseket már véglegesítették. A 2 versenymedencét és uszodát, atlétika pályát, valamint sporttereket és pályákat, valamint egy fedett élményfürdőt és egy nyitott strandot is magába foglaló új szabadidő és sportközpont tervei elkészültek. 2011-ben már egyszer beadtak egy pályázatot, amelyben egy hasonlóan hatalmas és multifunkcionális mozgásközpont megépítéséhez szerettek volna forrásokat találni, azonban az a projekt abban a formában mégsem talált gazdára. 4 évvel később viszont, 2015 májusában, a miniszterelnök pécsi látogatásakor az intézmény terve új életre kelt, és a Modern Városok program keretein belül zöld utat kapott. Az imént látott témában mai vendégünk Vári Attila, a Pécsi Sport Non-Profit Zrt. Vezérigazgatója. Szeretettel köszöntöm. Az új sport és szabadidő központnak a látványtervei azok már elkészültek, és előkészületi dolgok zajlanak, de még a tervezés síkján. Mit kell pontosan tudni, mi várható itt a Pécsi Expo Center környékén? Hát a legfontosabb, hogyha visszamehetek a KIH-hoz, pillanata ennek a fejlesztésnek az volt, amikor a miniszterelnök ellátogatott Pécsre, és a 2020-as Modern Városok program keretein belül kitértek erre a sportot érintő létesítményberuházásra. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy volt egy felmérés a pécsiek körében, és ott mindenféleképpen ezt a akvaparkot jelölték meg plusz igényként, és ezért, ha lehet azt mondani, ebből a megvalósíthatósági tanulmányból maga a stadion az kikerült, és egy új akvapark lesz létesítve helyette. Nagyon fontos, a pécsiek szerették volna, így akkor a teljes komplexum az maga a sportot érintő, szárazföldi sportágakat érintő ilyen komplex sportcsarnok, amiben az összes terem sport úgy elfér, hogy különböző pályamódosításokkal, de lehet bármilyen eseményt megrendezni. Mellette természetesen egy kiszolgáló ilyen edzőcsarnok, amiben a kosárlabda, nemzeti kosárlabda központ szerűen elférnek sportágak egymás mellett is edzés funkcióban, kis termekkel különböző küzdősportágak, és mellette meg az uszodai sportkomplexumot ott is mindent ötvözve, úszásra, vízilabdázásra, kivéve műugrásra nem alkalmas, de a többi sportágban megfelelő medence mérettel 50x25-ös, ami a 10 pályás verseny jelleget ölti, mellette egy ugyanilyen nagyságú, de kiszolgáló medencével, amiben úszásoktatást lehet, vagy a közönséget is lehet fogadni, és természetesen, ami nagyon fontos itt a fenntarthatóság szempontjából, hogy az uszodában egy 1500 fős bővíthető lelátó lett tervezve a gondolataink és a szakmaiság alapján. Mellette a komplexumban, ami a sportcsarnokot érinti, ott meg a nemzetközi minimum alját határoztuk meg, ez a 6000 fő, de ezt is úgy, hogy mindenféleképpen bővíthető lelátóval, ami azt jelenti, hogy a hasznos tereket csak minimálisan foglal, hiszen a napi használatba kell inkább fenntartani ezt a létesítményt, és ez a legfontosabb üzenet, hogy olyan létesítményt kell megvalósítani, ami hosszú távon a pécsieknek az nem plusz terheibe kerül, hanem ugyanannyiba, mint mondjuk
most a PSN ZRT-nek létesítmény fenntartási költségei, és azáltal nem megépítve és rengeteg plusz-plusz olyan költséget rádobunk a adófizetőkre, ami egyszerűen kigazdálkodhatatlan, hanem a jövőt illetően természetesen az iskolai testnevelés figyelembe véve, az itt lévő sportegyesületek létszámát figyelembe véve mindezt meg tudjuk valósítani egy magasabb szinten, ezt a kiszolgálást, és számításom szerint körülbelül egy 80 évre meg fogja oldani a sportot szerető közönség és a kiemelt sportágaknak a helyi igényét. Még azt talán hozzáfűzve, hogy igen, ez az akvapark meg azért is egy fontos eleme ennek a fejlesztésnek, hiszen van a mi hullámfürdőnk, az is időszakosan működik, jól működik, de hát a hely helyéből adódóan nem lehet 21. századi, hiszen jóformán a város közepén lévő strandról beszélünk, ezt mindenképpen ki kell, hogy váltsuk. Mekkora medencék várják a vizes sportok kedvelőit? A vizes sportok kedvelőit, amit mondtam, hogy ez a 50x25-ös medence, mellette egy ilyen tanmedence, ami 12x25 méteres, és mellette egy ilyen pancsolóval. A külső medencék vonatkozásában azért nem tudok még hivatalosan semmit mondani, természetesen ez is változhat, mert a feladatot a kormányhatározatban az EMMI-nek, az Emberi Erőforrások Minisztériumnak és a NFM-nek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak lett kormány által kiszignálva, és az ott lévő egyeztetéseknek lesz majd a beruházása a végterméke, lehet így mondani, ami még változtathatja a terveket, hogy Pécs városa jelentkezett a olimpia megrendezésének a helyszínéül. Ez is egy nagyon jó üzenete a városnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé és a sportot szerető emberek felé, hogy igenis a város az képes lesz megrendezni egy olimpia alatt egy helyszínéül tudja kiszolgálni az olimpiai sportágakat, és ami előzőlegesen meg lett határozva, ez a tollaslabda és a kosárlabda, ami egy olyan patináns és olyan régi hagyományokkal rendelkező sportág Pécs városában, hogy mindenféleképpen ez az irányvonal, de én úgy gondolom, hogyha a Magyar Olimpiai Bizottság és minden bizodalmam benne van, hogy olimpiát fogunk rendezni, mi minden sportágra készen állunk, hogyha azt mondja a Magyar Olimpiai Bizottság, hogy egy teljesen más sportágban, de meg hogy valósítsuk helyszínként, annak is állunk elébe, hiszen ezek a létesítmények már alkalmasak lesznek mindenre. Szabadidős sport kedvelés, a létesítményen kívüli szabad területet milyen módon tudják majd használni? Így van, ez jó kérdés, köszönöm szépen, mert ott is rengeteg olyan kültéri játszóterek, meg sportpályák lesznek, amit, de minden egyes létesítményre vonatkozik, hogy jóformán 0-tól 24-ig, de hát általában ez a 6-tól 22 óráig minden létesítményünkben így is nyitva vagyunk, hogy akkor a sportszerető közönség a sportolók mellett, ugyanabban az időszakokban, ami most sajnos nem megoldott, használhatják a létesítményeket, és a külső területeken futókörök lesznek olyan pályák, amiket ki lehet bérelni, műfős focipályák, teniszpályák, szóval rengeteg olyan lehetőség, amiben a pécsi sportszerető közönség jól érezheti magát. Nagyon szépen köszönöm Bári Attila a beszélgetést. Október 17-én szombat reggel 8 órától, előreláthatólag október 22-én csütörtök 17 óráig csapadékcsatorna építés zajlik Pécsett az Édesanyák útja Nyár utca kereszteződésében. A munkavégzés egy közlekedési sáv lezárásával jelzőlámpás irányítás mellett történik. A közlekedés tájékoztató táblák segítik. A tevékenység ideje alatt torlódások várhatóak. Most szombattól jövő hét csütörtökig csapadék csatorna építési munkálatok fognak zajlani az Édesanyák útja és a Nyár utca kereszteződésénél. Ez körülbelül 9-10 méteres útlezárást jelent. Emiatt az egyik forgalmi sáv le lesz zárva, ki kell kerülni az adott építési területet, emiatt sajnos torlódások várhatóak az adott helyszínen, ezért kérjük a közlekedők megértését. Mivel várhatóan nagy lesz a forgalom, és a torlódásra is fel vagyunk készülve, ezért a helyszínen jelzőlámpát helyezzünk ki, pont a közlekedés segítése céljából.
Október 17-én nyílt napot tart a jármű tulajdonosok részére a Baranya megyei kormányhivatal műszaki engedélyezés és fogyasztóvédelmi főosztálya a Hengermalom utcai vizsgacsarnokban. Az autósok körében hagyománynak számító eseményen mindig jelentős volt az érdeklődés, és most is erre számít a hivatal. A nyílt napra hozott járművek átesnek egy diagnosztikai átvizsgáláson, amelynek sikeressége esetén műszaki vizsgáztatásra is van lehetőség. Ez utóbbi természetesen díjköteles. A jelenleg hatályos rendelet alapján egy normál személygépkocsi esetében 16.290 forintba kerül. A szombaton 7 órakor kezdődő nyílt napon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet személyesen tett be jelentkezés útján, vagy a 72-es körzet 333-075-ös telefonszámon lehet megtenni. Hamarosan már nem csak a nyári szezonban hatalmas dézsákban kihelyezett és télire üvegházba menekített mediterrán növényekkel találkozhatunk Pécset, hanem kiültetett a nyaralások hangulatát idéző fákkal is, írja a Bama. A fásítási program folytatása a növényzet megújítása alkalmából a mediterrán vidékre jellemző fák ültetését is tervezi Nagy Ervin, a közelmúltban kinevezett városi főkertész. A szakember szerint a mandula fenyő, a libanoni cédrus, az európai ciprus, valamint a lombos fajokból a francia juhar, vagy a tűzvörös juhar, a karmazsintölgy, a mangyaltölgy jöhet szóba. Más terve is van a főkertésznek. Ilyen a malomvölgyi arborétum létrehozása. Mint mondja, a 114 hektáros arborétum alapjait már a 80-as években megteremtették, ezt kellene továbbfejleszteni. Kialakításával az ország első-második legnagyobb arborétuma jöhet létre Pécsett. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Ismét indul a sikeres jelnyelvi szakkör. Az országban elsőként Pécsen tanulhatják meg az iskolások a jelölés alapjait. Két verseny, összesen 6 arany, 4 ezüst és 2 bronzérem. Készülnek az EB-re a pécsi aerobikosok. Csatornát építenek. Forgalomkorlátozás az édesanyák útján. Önök a Pécs TV híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!